A magyar felsőoktatás nagy kihívások előtt áll, komoly lehetőségekkel kezdheti meg ezt az évet, és ez igaz az egyházi felsőoktatási intézményekre is. Úgy gondolom, hogy a kihívások azért vannak, hogy megfeleljünk nekik, és a teljesítés során tudjuk megvalósítani sokaknak az álmát, a fiataloknak azt az álmát, amivel ők tehát teljesítve és felvértezve tudják az életüket megcsinálni. Vannak itt az utolsó nagy kérem, ezért a boldogságos mindenkor.